Nem soká végre lesz a napi felvételeknek. Miért is lett készítve a többi videófelvételek? Azért, mert Szerbiában karantén lesz. Azt jelenti, hogy két napig ki sem lehet menni. És úgy voltam bele, a kb. Egy és fél óra séta nem fog megálltani. Csak a agyedzés, nem pedig a virtuális világ bámulása. Főleg ilyen filmekben, sorozatokban, még rosszabb kategória online játék streamek nézegetése. Azt látod, olyan mások lövöldözgetnek virtuálisan. És lehet tovább menni. Nincs meg a napi szintű mozgás, mert mindennek pozitívumnak megvan a hátránya. Nézzünk például a... Például van mit nézni virtuálisan, mik a hátrányok. Sorolom. Elhízás, agyreépülés, szolgai elváltozások. Még rengeteg minden. De se baj, rákot okoz. Mindent okozhat ez a pacak virtuális világ. És ezzel ellen nem tesztek. Már ti rálettetek szoktatva táskorotokban, jutalomként. Részt minden hapa jártam odába, tévét kellett nézni. És egy nap, 4 óra osztát vagy az avodában. És egy nap, 2 óra osztát kellett nézni a tévét. Már nagyon felháborító. Ez annyira felháborító, mert nem mondja, micsoda? Hogy ilyesmi miatt fel kellene jelenteni normát, és helyileg van másolyan működnek, ha megint csinálják, kimondta ezt a szót, működnek, mi is működik, biztos a gépet, nem pedig itt van ez a tudások, ez a rászoktatások és az agy elváltozásokat okozik. Okoz az agynak, az egyénnek. És egyszerűen ezt szokják, hogy ez egy jutalom. Virtuális világ nézegetése. Szerencsére egy ideig nem néztem. Aztán jött ezek az ördög, mivel többen meg ismerkedtem, olyan mások egy kicsikét változott a társaság, minden rosszra rászokottak. Számítógép játékokra, filmek sorozata nézegetésére. Tisztára elvitt ez az ördög, bűnök. Bűnösek azok is, jócskán. Így alakult minden. Egyszer meg lett tanítva, azt nem kell abba hagyni. Úgyhogy az lett, hogy nem nézek se tévét, se tévé, akkoriban még tévé volt, nem volt az internet elterjedve, hogy nem nézek. Egyéb mást? Aztán megfogod, és lefogsz róla. Veszélyesebb, mint a heroinozás, kokainozás, meg a füvezés, szivarozás. Mert te aztán észreveszed a hatásait, még a virtuális világban nem. Azt hiszed, hogy romlasz, ennek így kell lennie, közben meg nagyon nem. Egyszerűen nem is akartok változtatni rajta. Megszoktatták veletek. Megkapjátok. Jó sokat. Dolgoztok. Jó szokás ez a Jószágon ilyeset adottam. 24 óra hosszás. Munkaóra. 2 napig kell dolgozni 24 órát. Az aztán már milyen lehet. Mikor alszasz. Vicc nélkül ez volt a hírekre. 24 órás időszak. 2 napig, és akkor 3 nap van szünet.
ez már brutális. 24 órát ledolgozol, kiáll, nem alszasz. Tehát megszokott 16 óra hossza. És ezzel már helyes életvitel. Hát, nagyon nem. Ezzel nem. Én úgy sem fogtok semmit se tenni. És komolyan mondom, be fogtok nyugodni. Örültek neki. Egy feladatot végre tudtok hajtani. És egy nagy örömet ad. Nektek számtalan mások is megoldottak. Nem egy újat, hanem egy régebbit. És akkor meg is lett volna napi szintű öröm. Örömetök. Öröm, hogy jöjjön fel ilyen. Valatok? Közben meg semmilyen. Volt sem képes jönni. Az volt egy gólya. Nem lehet látni. Gyenge a kamerának a plafonja. Ez a sportkamera is. Ki gyenge képet ad, nem élesed. És az a baj, hogy én itt ebben a nem éles képen nem tudok elégedni. Közben meg tudom azt, ennek a képnek élesnek kell lennie. Nem pedig ilyen gyengének. Ugye most az én agyam tiszta lett volna, kezdtem csinálni a csatornát, akkor vicc nélkül vettem volna egy minimum egy HD vidis rendes kamerát, ami 720p-be ment le, meg 1 perc kb. 400 megabájt. Nincs tamerítés, nincs elmosva a kép, rendes optikai lencsékkel dolgozik, nem pedig ilyen szétmosott képet ad, nincsen élessége neki. Hát de sajnos nem így tette. Azért, mert időben, hogy ezeket a péket követtem, hogy filmeket, sorozatokat, egy időben még pánikát is mindig ittam. Alkoholizáltam. A társaságtól minden nap fel volt, amikor egy időszak, vicc nélkül mondom, annyira megromlottam, hogy pálinkát iszogattam. Minden délután. Hogy szarok miatt képes voltam annyira megromlottatni magamat, hogy pálinkát is ittam. Megittam sört, egyéb más szereket. Mind-mind annak köszönhető, hogy egy félnormálatlan társasággal voltam megáldva, rossz sok szokás átment. Hát, tönhetett az agyamat, meg vagyok elégedve ebbe a pacak gyenge minősége. Kezd tönkrenni az agyacskám. Ismétel. Kezdem ismétel rászokni a gyenge minőségű képre. Régebben csak a viszont régen, 1-2 évvel ezelőtt, 2-3 évvel ezelőtt csak a 720p-s minőséget voltam képes nézni. Most már egyszerűen már 2 Mbps-os sebesség mellett, ami élőadás, és megelészek az estébe. Mi élő. Szóval mennyi sok gólya van, mert előbb is elszállt egy darab, két darab, három darab gólyát láttam már. És szóval is ilyen kamerát lettek véve. Kár, el frontfa. És az derült ki, legalább még rosszabb minőségű kamera volt, mint ami most van.
volt kamera, rossz a minőségű telefon, kamera is. És én azzal a minősége megelégedettem. És az lehet róla a legkövetkezmény, bevonni. Az egyének tönkre van téve az agya, ebben vacak minősége, idóka meg tud elégedve lenni. És köszönöm, hogy is mi lesz, és mi jönnék. És akkor röviden. Ennyi. Videó. Lefagyja. Nyomozigás. Kártyámról. Hely! Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok!